Tulajdonképpen kettős funkciója van a filmnek. Egyrészt az, hogy az, aki ott ül és nézi, azt lekösse, illetve szórakoztassa valamilyen módon. A másik pedig, hogy legyen valami üzenete. Tehát a film maga az egy olyan művészet, ami talán legjobban eljut az emberekhez. A családunkban ilyen kötelező mozi látogatás volt, tehát ilyen mozi, minek nevezik ezt? Hát szóval vasárnaponként menni kellett, voltak különböző filmek, amiket meg kellett nézni. Ez anyámnak a mániája, az ő mániája volt, hogy már pedig a család, mert hogy hárman vagyunk testvérek, apám, meg a három gyerek, meg anyám, mi mentünk a moziba, szépen fel kellett öltözni, beültünk, azt hiszem a harmadik sorba, oda volt állandó jegy, tehát ilyen bérletünk, és beültünk, és akkor néztünk. És akkor, ha olyan film előtt, igen, ez nem tudom, mi volt ennek a pontos meghatározása, ennek a mozi látogatásnak, de hogy film előtt mindig volt valaki, aki beszélt a filmről, erre emlékszem. Hát az, hogy gyerekkoromban, hogy sűrű jártam moziba, de színházba is menni kellett. Hát ez egy ilyen teljesen idétlen család volt, színházba meg moziba kellett járni. Nem hiszem, hogy vagy legalábbis egy tudatosan nem volt, tehát nem befolyásolta az én pályafutásomat. Most amióta színész vagyok, és színházba is játszom, meg moziba is, azóta nézőként nagyon kevés színházat látok, és nagyon kevés mozit látok. Még nem kaptam rá felhatalmazást, de most kaptam meg az egyik filmnek, egy készülő magyar filmnek a főszerepét. De valószínű, hogy az Argo 2 után választottak ki erre is, vagy a rendező úgy gondolta, hogy elég morózus az arcom ahhoz, hogy ezt a főszerepet odaadja. De színházban, az új színházban vagyok szerződésben, az új színházban bármikor eljönnek az emberek, az új színházban gyertek és várlak szeretettel, gyerekek is felnőttek, egyaránt mindannyiótokat. Isten áldjon benneteket. Van még kérdés? Túl sokat jársz moziba!